Üdvözöllek a Shakespeare darálóban! A mai videóban a Sok hűhó semmiért című komédia egyik szereplőjéről fogok beszélni. A szereplőt Inogen-nek nevezik, Leonato, Messina kormányzójának a felesége, és Héro anyja. Hallottál már róla? Inogin életéről és haláláról fogok most e beszélni, amely beszéd hozzávetőlegesen 130 évet ölel fel. Jól hallottad, 130 évet. Csak egy a baj Imod ezzel a 130 éves fiatal hölgyel, tudnénik, hogy nem is létezik. Ki volt Inojin? Talán nem is hallottál róla, pedig ismered a sok hűhós című komédiát. Sőt, talán biztos vagyok benne, és biztos is lehetsz benne, hogy nincs a darabban Inodzsin. Leolátónak nem szerepel a feleségesem hírónak az anyja a műben. Valójában teljesen jogos, hogy nem ismered. Hogy nem ismered. Ugyanis Inojin úgy létezik, hogy nem létezik. Hasonlóan egy zombihoz, egy szellemhez. Ezért is a neve ennek a típusú szereplőnek a szellemkarakter. A szellemkarakter olyan szereplő, aki valamelyik korai kiadásban szerepelt, majd szépen lassan kikopott a későbbi kiadásokból, és ma már csak kritikai kiadások lábjegyzeteiben találkozhatunk vele. Hogyan is lehetséges ez? Kezdjük hát a korai e, nyomtatványokkal, a korai kvartókiadásokkal. Shakespeare társulata, azaz, a, azaz a, az a társulat, amelynek tagja és házi szerzője volt a Lord Kamarás emberei, úgy döntenek a könyvkereskedők társaságának regisztere 1600. augusztus 4-i, majd 24 bejegyzései szerint, hogy több színpadon sikerrel játszott darabjukat, Eladják a könyvkiadóknak. A megjelentetésre bejegyzett színdarabok közül az egyik a sok hűhó semmiért, amit Andrew Wise és William Aspley vesznek meg, és 1600-ban meg is jelentetik a komédiát, egy igényesen kialakított, és valószínűleg szedész tekintetében is megbízható negyedrét kvartó KBA 5-ös lapméretű kiadásban. Ebben a kiadásban a drámai szöveg egy nagyon szépen felépített oldalon kezdődik, ahol helyet kap a dráma címe, egy szép felső díszítés, valamint dölt betutípussal A cím és a drámai szöveg között a rendezői utasítás arról, kik is lépnek ekkor a színpadra. Ebben a rendezői utasításban rang és nemek sorrendjében jelennek meg a nevek. Szín, színre lép Leonátó, Messina kormányzója, Inogina felesége, Héro a leánya, Beatrice az unokahuga egy hírmondóval. Ebben a felsorolásban tehát a darab legelső jelenetében, amikor is a karakterek megteremtik darabbéli identitásukat, Inogint ott találjuk a szereplők között, majd még egyszer, a későbbiekben ugyancsak egy rendezői utasításban. A 17. századi ö, többi gyűjteményes kiadásban is változatlanul ott találjuk Inocsint a mű legelső rendezői utasításában. A mű második kiadásában, ebben az első összkiadásban, a híres első fólióban a rendezői utasítás Ismét színpadra állítja Inodzsint. Nem képez ez alól kivételt sem a második fólió, sem a harmadik, sem a 17. század utolsó összkiadása, sem a negyedik fólió sem. A 18. századi, immár felkért szerkesztők által alaposan, majdnem tudományosan szerkesztett kiadásokban egy darabig még Inodzsinn jelen volt a rendezői utasításban. Hogy aztán egy szerkesztői döntésből kifolyólag végleg kitörlődjön a messzinai világból. Az első nagy 18. századi szerkesztő Nikolász Ró, korának híres drámaírója, a drámaíró szempontjait érvényesítette szerkesztési munkálatai során. Bevezette, hogy minden drámai műszövegét előzze meg egy dramatis personé lista, amelyben a szereplőket nemük alapján csoportosította és társadalmi rangjuk szerint rendezte, továbbá a rendezői utasításokat pontosította, a következetlenségeket kiegyelte. A sok hűhó semmiért esetében Inojin mindkét helyen feltűnt, azaz a szereplők felsorolásának helyén, illetve a rendezői utasításban. Tehát a drámaíró szerkesztő valójában megduplázta Leonato feleségének a szerepét, és nem megszüntette azt. Alexander Pope, a költőóriás, a következő szerkesztő, ugyancsak kitart inogin mellett. Pope természetesen költői szempontból veszi kezébe a drámai szövegeket, azaz a költőiségre teszi a hangsúlyt, a vers és prózai részeket. Elválasztja egymástól, pontosítja a rímeket, a szótakszámot, ahol szükségesnek érzi. Pope markáns szerkesztői tevékenysége, sem befolyásolta Leonátó feleségének a sorsát. Mind a dramatis personae részben, mind a rendezői utasításban meghagyja Inogint. A paradigmatikus változás a következő nagy kiadás szerkesztőjétől származik, Louise Fibaltól, korának elismert jogászától és klasszikus művek fordítójától. Thibald kiszerkesztette Inogint a shakespeare életműből. Az őt követő szerkesztők pedig követték az elődöt mindenben a mai napig, egyébként talán jogosan. Thibald érvei valójában meggyőzőek. A szerkesztői tevékenységét, döntéseit az elődöktől eltérően fibáld nem hagyta e, magyarázatok nélkül, a problémás szöveghelyekhez e, kommentárokat, lábjegyzeteket fűzl, fűzött, és ezekben adja a magyarázatokat. Az első lábjegyzetben megjegyzi, hogy a kvartó kiadásban inogin megtalálható. Sőt, az összes Szibáld, vagyis előtte szerkesztett kiadásban is. Ő mégis kitörölte X-Punch a műből, és ezt négy érvel támasztja alá. Így ír. Én mégis bátorkodtam kitörölni, mivel senki sem említi meg a darabban, egyetlen beszédet sem intéznek hozzá, és egyetlen szótagot sem ejt ki a száján. Továbbá nem találunk egyetlen részletet sem a műben, ami alapján arra következtethetnénk, hogy Héro édesanyja élne. Az apró pontatlanságtól eltekintve, tudnélik, hogy nem csak a Dramatis persónében szerepelt Inojin, illetve hogy egyszer mégis utalnak rá, azaz amikor Leonátó a kérdésre, vajon az ő lánya-e Héro, azt válaszolja, hogy anyja kitartóan mondogatta, hogy az. Az érvelés, Tibád érvelése mégis meggyőző, hiszen ha egy karaktert sem nem említenek, sem nem szólítanak meg, sem nem beszél, sőt a szövegből még arra sem következtethetünk, hogy élne, akkor tényleg logikus megszabadulni tőle. Szivált érvelésében azonban találunk egy nagyon érdekes további mozzanatot is. Így ír. Úgy tűnik, hogy a költő tervezett először egy ilyen szereplőt, ám, mintha jobban átgondolva, fölöslegesnek találta volna, és ezért ki is hagyta. Azaz, a kiszerkesztés pillanata lesz az, amikor felvetődik annak a lehetősége, hogy talán Shakespeare gondolt volna arra, hogy legyen még egy hölgy szereplő, majd pedig, ahogy a műírásában előre haladt, ráébredt, hogy nincs szükség Inogyinre, és így kihagyta a műből. A szereplő kiszerkesztése a szöveghagyományból tehát egybeesik annak a gondolatnak a megszületésével, hogy Shakespeare akarhatott talán valamit ezzel a szereplővel, csak később elvetette, és így végleg kihagyhatta a műből. A szereplő elvesztése tehát alkalmat teremt arra, hogy a drámaíró, drámaíró műhely munkájába magunk is beletekinthessünk. A modern szövegkritika is alátámasztani látszik, hogy Shakespeare maga akarhatta Inagint, szerepeltetni a műben, elfogadott nézet ugyanis, hogy, ez, hogy az 1600-as kvartókiadás egy javítatlan, le nem tisztázott, mára természetesen elveszett, kéziratra megy vissza. Mivel nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy Shakespeare a vígjáték megírása során gondolt arra, hogy Leonátónak legyen felesége, és ezt a feleséget Inoginnek, Inoginnek hívják, és ez a feleség Shakespeare képzeletbeli színpadán jelen is volt egy röpke jelenet erejéig. akkor érdemes megnézni, vajon mit jelentene ennek a néma szereplőnek a színpadi jelenléte. Előre bocsátom, meglehetősen abszurd és kínosan félelmetesnek tűnik nekem Inogin szerepeltetése a darabban. Meglehetősen abszurd lenne egy előadásban Inogin szótlan jelenléte, hiszen nem világos, miért is nem szólal meg? Azért nem szól a világ dolgaiba, mert nincs mit mondania? Az egyetlen édesanyja a darabban nem tud mit mondani, nem jut eszébe semmi, amikor csa a családját és őt magát is érintő hírek érkeznek a városba. Vagy azért nem szólal meg, mert amit mondhatna, csak megerősítené az irracionális és univerzális férfiúi félelmet a művilágában. Félelmet a kiszolgáltatottságtól, attól, hogy más valaki is gondolkodhat helyesen. Esetleg, hogy a másik is élhet önálló életet? Az abszurditás mellett talán kínosan félelmetes is lehetne Inogin szótlan jelenléte. Talán ebben a világban a félrejás asszonyt olyan mértékben nyomják el, hogy szava sem lehet. Sőt, megszólításra sem mélt méltó. Jelenléte vészjósró, hiszen mindenki ne, mindenkivel ez történhet, aki közel kerül a házasság intézményén belül a kicsinyes, kiszerű férfihez, aki a megalázás és hatalmas, hatalmaskodás eszközeivel némaságra és láthatatlanságra kárhoztatja a nőt. Izgalmas ebből a szempontból, hogy a darab végén Beatricét is elhallgattatják a hatalmaskodó férfiak. Ebben a világban a nők talán feleséggé téve a szótól fosztatnak meg, a teremtő, a valóság alakító szótól. A feleség nem annyiban fél, hogy vele együtt teljes a férfi, hanem fele, azaz beteljesületlen, üres léttel rendelkezik, ami egy szellem degradálja. Élettel rendelkező dolog, amely végeredményben nem rendelkezik, Önálló egzisztenciával, önálló identitással. Miféle létmód ez? Olyan mértékben üres elét, hogy megszületése már ebbe a vákumba utalja, és ezáltal nem is tűnik, tűnhet fel, hogy lassan kimarad a darabból, eltűnik messzi a világából. Hiánya nem csak a nézőnek nem tűnik fel, hanem a szereplőknek sem. Ennek az abszurd és kínosan félelmetes szótlan jelenlétnek talán következménye lehet, hogy a romantikus komédia nem is maradna sem romantikus és sem komédia. Talán a szótlan jelenlét eltántorítaná végül is a fiatalokat a szerelemtől és a házasságtól. Tehát, talán Beatrice ráébredne, hogy ha ez a feleség szerepe, akkor köszöni szépen, ez mégsem a nagy álom beteljesülése. Beatrice joggal maradna férfi gyűlölő, aki nem házasodik, mert a férj olyan ellentmondást hordoz magában, ami élhetetlenné teszi a világot. És talán Benedek is maradna nőgyűlölő. Lenne is rá kicsinyes jóka. Ebből következően pedig nem lenne komédia sem a mű. Inkább a probléma darabok előfutára, az ösztönös elnyomás parabolája és görbetükre a kényelmetlen nevetés világa. Mindezek alapján kijelenthetjük szerencsénkre Shakespeare jókor Meggondolta magát. Kihagyta a darabból az abszurd és félelmetes lehetőséget. Életet csak az élet a verbális születés előtt adott, csak még mielőtt ténylegesen élhetett volna Inodzsin. A kihagyás, a hiány ilyen értelemben azonban legalább annyi jelentéssel bír, mint a lét, hiszen a hiány a kihagyás valószínűsíthető ténye jelentésképző erővel rendelkezik. Magát, a megjelenített világot és benne embert, minden embert és emberi kapcsolatot ruház fel egy árnyaltabb éle, értelemmel. Az élet élet előtti abortálására pedig logikusan elfogadjuk Fibald orvos szerkesztői beavatkozását. Annyibe, amennyiben potenciális létet sem engedélyezett Leonátó feleségének, Héro édesanyjának. Örömmel spekulálhatunk hát, hogy a kiszerkesztés révén megszülethetett egy jobb, kellemesebb, szórakoztatóbb vígjáték. Vagy mégsem? Szívesen látnék egy olyan előadást, ahol Inojin Némán, fenyegetően végigállná az előadást. Talán lesz egy rendező egyszer, aki színre viszi Inoginnel a művet. Addig is köszönöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett ez a videó, és megnézed a következőt is. Addig is lájkold, like és egy kattintással a jobb alsó képre kövesd a csatornát. Ha észrevételed, kérdésed van, a kommentben várom őket. Illetve, ha részletesebben is érdekel ez a gondolatmenet, a videó alatt a leírásban egy link elvezet ahhoz a könyvhöz, ahol erről írtam. A könyv ingyenesen letölthető. Jó olvasást, és viszlát a következő videóban!